Üdvözlök mindenkit újra az Enside csatornáján. Ebben a videóban Diakamma rugosum hangyákkal fogunk foglalkozni. Itt van ez a kolónia, amit nemrég kaptunk meg, és hát van benne elhullás. Egy-két hangya elpusztult, most azt fogjuk kideríteni, hogy vajon a királynő életben maradt-e. Ez nem is olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, ugyanis a Diakamma rugosum az egy primitív faj, és láthatjátok, hogy nincsen nagy különbség a hangyák között, tehát tulajdonképpen szabad szemmel nem is tudjuk megállapítani, hogy melyikőjük lehet a királynő. Ehhez kicsit komolyabb eszközökre van szükségünk. Kinyitjuk a kémcsövet, és én már itt előkészítettem nekik egy petri csészét. Ebbe szépen óvatosan beletesszük a hangyákat. A petri csészének a széle szökésgátlóval van bekenve, bevonva, úgyhogy nem fognak tudni kijönni a hangyák. És egyből láthatjuk azt, hogy három hangyánk pusztult el. A Diakamma rugosum nem éppen egy kezdőknek való faj. Én inkább azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan hangyafaj, ami tartás szempontból a haladó szintnek a belépője. Pontosan azért, mert nem látjuk a királynőt szabad szemmel. Most először ezeket az elhullott példányokat fogjuk megvizsgálni, hogy menjünk biztosra, utána megmutatom nektek a királynőt, hogyha ő nincs köztük. Ahhoz, hogy ezeket megvizsgáljuk, ahhoz egy nagyítóra lesz szükségünk. Ez egy 30-szoros nagyító, amit itt hoztam nektek. Ez már azért elég komoly, de szerintem a 20-assal is boldogulni tud az ember. Viszont szabad szemmel nem nagy esélyünk van megtalálni azt, amit keresünk, illetve még a 10-szeres nagyító is szerintem kevés lehet, úgyhogy ezt a 30-asat fogjuk használni. Én egyébként máskor is terepen is mindig ezt a nagyítót használom. Hogyha nagyítóval vizsgáljuk az állatot, akkor nem más kell figyelnünk, mint itt a tor részén nagyjából itt ezt a csomópontot, ahol itt a vonalak a lemezkéknek a határa van, és van ott egy üres rés. Nézzük meg azért a másik oldalát is a állatnak. Pici gödröcske található ott azon a részen. Ezt szabad szemmel, hát közel lehetetlen észrevenni, viszont így nagyító alatt jól látszik. Úgyhogy ez az állat, ez egy dolgozó volt. Nézzük a következő jelöltünket. Nála is ugyanezt a gödröcskét láthatjátok. Másik oldalon a helyzet változatlan. Ő is egy dolgozó. Nézzük a harmadikat, egyben utolsót, csak hogy megnyugodjak. Aha, ott szépen látszik a gödröcske. Másik oldal. Oké, rendben vagyunk. Ezek szerint tehát a királynő életben van, már csak meg kell találnunk őkelmét. És hogy miért vizsgálgatjuk ilyen alaposan ezeket az állatokat? Rugosumoknál ez úgy működik, hogy minden egyed, amikor megszületik, akkor képes petét rakni. Viszont a királynő, amíg aktív a kolóniában, addig minden újonnan megszületett egyedről eltávolítja ezt a mirigyet a tor középső részéről. Ez az úgynevezett gemmaemirigy, és ez felelős azért, hogy a dolgozók tudjanak petét rakni. Na most értelemszerűen tehát azt a hangyát keressük, akinek ez a mirigye megvan, hiszen ő lesz a rangidős királynő, ő a peterakó, és ezt az állatot meg is fogom jelölni majd. Viszont ez abszolút nem egy egyszerű feladat. Csak azért, hogy lássátok, milyen aprócska ez a mirigy, ide rakom mellé egy golyóstolnak a hegyét. Ígyni. Tehát ekkora. A golyóstolnak a vége az pontosan 1 mm-es, úgyhogy remekül láthatjátok azt, hogy hát ennek talán a harmada, de az is lehet, hogy a negyede, tehát egy negyed milliméterről beszélünk, úgyhogy ezért mondtam, hogy ez szabad szemmel semmiképp se látható kis mirigy.
Mindjárt megnézzük, akkor megkeressük, hogy melyik őjük lehet a királynő. És akkor meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki ez a Gemma Emirígy. Vannak, akik a rugosomoknak a viselkedéséből próbálnak következtetni arra, hogy melyik őjük lehet a királynő, hiszen feltételezik, hogy az összes dolgozó majd őt veszi körbe, őt fogja védeni. Nem egy rossz elképzelés, de azt mondom, hogy a biztos az mindig ennek a mirigynek a megtalálása, és akkor biztosra meg tudjuk mondani, hogy melyik őjük a királynő. Persze az élő egyedeknél a gemmaj megtalálása már közel sem olyan egyszerű feladat, de ha ügyesek és türelmesek vagyunk, akkor meg tudjuk figyelni, hogy melyik őjük lehet a királynő. Egy olyan módszert alkalmazok, hogy amelyik hangyán látom, hogy hiányzik nála ez a mirigy, azt átrakom egyszerűen egy másik petri csészébe, és így kizárásos alapon előbb-utóbb meg tudom találni a királynőt is. Az eszköz, amit használok a hangyák megfogására, egy úgynevezett leonárd csipesz. Ez egy ilyen nagyon rugalmas anyagból készült csipesz, és az neki a tulajdonsága, hogy sérülések nélkül tudunk megfogni vele rovarokat, hiszen olyan puha, hogy ez az anyag inkább meghajlik, mint hogy megsértse az állatot. Ezt az eszközt egyébként rovarpreparálók használják, ugye nekik is azért vált be, mert nem okoznak a preparálás során sérüléseket a preparátumnak. Ezzel a csipesszel óvatosan meg tudjuk fogni az állatokat, és meg tudjuk vizsgálni őket közelebbről. Amire érdemes figyelni ennek a csipesznek a használatakor, hogy az ember mégse a legérzékenyebb, legsérülékenyebb részeken fogja meg az állatot, tehát ne a potrohot nyomjuk össze, ne a fej, a szemeket, nehogy véletlen bántsuk a csápjaikra, vigyázzunk a hangyáknak, úgyhogy inkább én úgy szoktam, hogy lehetőleg a lábát fogom meg az állatnak, hogyha pedig az nem lehetséges, akkor a torr részét, mert ott egy kicsit keményebb a kitimpáncél. Hogyha kézzel fogjuk meg őket, akkor is inkább arra figyeljünk, hogy lehetőleg a lábát fogjuk meg az állatnak, és akkor biztos nem okozunk neki semmilyen sérülést. A rugosum egy fullánkos faj, tehát a potroh végén lévő fullánkját döfi bele prédájába, vagy hát ez esetben a támadójába. A mérge egyébként annyira nem veszélyes. Viszketést okozhat, egy kicsit feldagadhat, lehet ilyen csalánszerű, de közel sem fáj annyira, mint mondjuk egy daráscsípés. Emellett elég erős rágóik is vannak, amivel jól bele tudnak kapaszkodni mindenbe. Meg is találtam a királynőt. Ő lesz az. Belerakom egy külön csőbe, hogy meg tudjam majd mutatni nektek. Itt láthatjátok tehát a királynőt. Jól látszanak a toron a gemma emirigyek. Ezek a sárgás, kicsit ilyen borostyánszerű aprócska mirigyek. Egyébként ránézésre ez a hangya szinte teljesen ugyanolyan, mint a többi dolgozó. Tehát még azt sem mondanám, hogy a tora vagy a potroha egy kicsit nagyobb lenne, mint a többi állaté. Ez az egyetlen módszer, ahogy meg lehet különböztetni, hogyha megtaláljuk rajta ezt a mirigyet. Viszont én most meg fogom jelölni ezt a királynőt, azért, hogy a későbbiekben könnyebben észrevehető legyen. Ehhez fehér lakfilcet fogok használni. Kap egy pici pöttyöt a torára, vagy esetleg valamelyik lábára is tehetjük. A lényeg, hogy olyan helyre, ami
nagyon nem gátolja őt a légzésbe, és innentől kezdve tudni fogjuk, hogy ő a királynő. Ha elhullik egy jegyed, akkor nem kell egyesével vizsgálgatni újra nagyítóval, hogy vajon van-e rajta mirigy, vagy nincs. Ügyesek voltak a hangyák, úgyhogy kapnak egy finom csótány darabot. Ennek a fajnak a fő tápláléka az a rovarokból áll. A rovarok mellett esznek mézes vizet is, cukros vizet, de főleg a rovarok kellenek ahhoz, hogy jól meginduljon a petézés, és egy szép, erős kolóniánk, egy erős szaporulatunk legyen. Még annyit kell elmondanom róluk, hogy ha a királynő elpusztul, akkor fontos, hogy legyen egy nagyon erős fiasítása ennek a fajnak. Ugyanis a fiasításból kikelő új dolgozóknak a királynő már nem fogja eltávolítani a Gemmae mirigyét, és így az újonnan kikelő dolgozók fognak petét rakni. Úgyhogy csak is a jó, erős és masszív fiasítással bíró kolónia tud új királynőt kinevelni. Viszont az sem ritka ennél a fajnál, hogy egy túl erős kolónia egyszerre több királynőt is kinevel, és utána két részre szakad a csapat, és ezek a hangyák egymással háborúznak. Erről egyébként olvashattok a blogunkon is. Úgyhogy nem egy egyszerűen tartható hangyafaj ez. Hiába nevel ki új királynőt, a dolog nem olyan egyszerűen működik, mint a mesében, és bizony gyakoriak náluk a belső viszályok, úgyhogy mindenképp egy kicsit tapasztaltabb hangya tulajdonos szükséges ahhoz, hogy ezzel a kolóniával, ezzel a fajjal jól tudjon bánni. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, ne felejtsétek el csengőikon megnyomni, a feliratkozást megnyomni, a lájkot megnyomni, és a következő videóban találkozunk.